Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a magyar sakkbarátokat. Szeretnék megosztani nagyon röviden egy olyan információt, amit talán már hallottak, de a háttér megvilágításával azt hiszem, hogy alaposabb információkhoz is jutnak. Ez pedig az, hogy elvállaltam a Magyar Sakkszövetség elnökjelölti pozícióját. Ennek hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban magánszemélyek, magyar sakk meghatározó alakjai kerestek meg, hogy azt a tudást, szakértelmet, talán kapcsolatrendszert állítsam a sakkozás szolgálatába. Úgy gondolom, hogy sportmenedzser szakfelelőseként érdemes felajánlani azt a tudást, amit oktatóként és kutatóként szereztem, és talán amit az egyetemen, illetve a TFS-en keresztül a segítségemmel meg tudtunk valósítani. Kiemelném, hogy az elmúlt 4 évben a Sakkszövetség elnökségi tagja voltam, kritikusként, de belülről úgy gondolom, hogy meg kell újítani ezt a működést, mást és másképp kell tennünk. Nem tudom viszont elfogadni azt, akik ezt úgy gondolják, hogy lemondásra való biztatással, visszalépéssel kell tenni. Úgy gondolom, hogy a vitának az elnökségen belül van a helye, és a felelősséget és a bizalmat pedig a közgyűléstől kaptuk. Úgy gondolom, hogy ha megkapom a bizalmat továbbra is a közgyűléstől, elnökként az lesz a feladatom, hogy rendszeres, nyilvános elnökségi üléseket tartsak, és azt várom, hogy csak olyan tag jelölt vállalja ezt a feladatot, aki ezt a csapatért meg is fogja tenni. Arra kérek mindenkit, hogy olvassa el a bemutatkozó írást, az életpályámat foglalja össze, a közeli napokban még a közgyűlés előtt hasonlóan röviden szeretném elmondani azt a néhány pontot, amit a legfontosabb program elemeknek tartok, és szombaton jöjjön a közgyűlésre, ne valami ellen, hanem a magyar sakk megújításáért szavazzom.